Dicsérhessék a Jézus Krisztus. Pár gondolat a vakcinákról. Sajnos orvos kollégáink is hiteltelenül tájékoztatják a nem betegeket, hanem a lakosságot azokról a vakcinákról, melyeket a állami egészségügyi intézmények megvizsgáltak és engedélyeztek. Ugye a hitünk az az értelmünkre is hat, az értelmünk által is növekszik. Az értelmünkhöz pedig hozzátartozik a tudomány. A kínai vakcina a hagyományos technológiával készült, elölt vírus tartalmaz, azt kell, hogy mondjam, ez egy évszázados, bevált, hatalmasan jól sikerült technika, nem százezreket, nem milliókat, hanem százmilliókat mentett meg, gondoljunk csak a fekete himlőre. Ezzel a technológiával készült az Ebola vírus vakcina, melyet szintén az első két fázis lezárta után elkezdtek használni a tömeges oltásra. Ilyen esetben a harmadik fázisú vizsgálatoknak a befejezése a tudomány, a bioetika szerint nem követelmény, hiszen ez már csak a hatékonyságot egy kicsit modellálja, nem pedig alapvetően változtathatja meg. Tehát a önmagunk és a magyar testvéreink védelme érdekében adassuk be mindenképpen magunknak a vakcinát, akármennyire is próbálnak adott esetben házi orvosok, vagy pedig más orvos szakmából jövő kollégák erről lebeszélni, valószínűleg alul informáltak, esetleg politikailag felül motiváltak. Ne hallgassunk ezekre a szirén hangokra. Isten áldjon titeket!